A Havas Dombovár elevenedett meg a Város Civil Tanácsa által hirdetett TÉL című fotópályázaton. A 2021-es évet zárta ez a rendezvény, ahol a civil szervezetek tagjainak lehetősége adódott a találkozásra. Az előző évek gála estét most a pandémiás helyzet miatt váltották ki ezzel a szerényebb eseménnyel. Dombováron működő egyesületek, illetve alapítványoktól vártunk beérkező műveket. Ez egy újítás, ilyen rendezvény még a civil szférában Dombováron nem volt. Elsősorban a Dombováron Dombováron működő fotóklub tagjai küldtek be, valamint ugye a Horgász Egyesület és Szívklub, akik uh, prezentáltak számunkra téli fényképeket. Maga a rendezvény és az, hogy itt megtekinthető, ez lesz a díjazás, minimális uh, vendéglátással ezért várjuk az Egyesületek Alapítványok résztvevőit. A kiállítás színvonalát a légyképben fotóklub emelte korábbi felvételeivel. A rendezvényt a civil tanács elnöke nyitotta meg, majd Tilinger Sándor ünnepi köszöntője hangzott el, aki megköszönte a lehetőséget, illetve elmondta, hogy bízik a rendezvény hagyományteremtő erejében.